köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőjét. Újra hódítja Velencét az EFOT minden idők leghosszabb fesztiválja. Kezdődik meg a Tóparton. A részletekről, a programokról és mintegy 200 fellépőről beszélgettünk a fesztivál igazgatójával, Masztavér Gáborral. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, köszönöm, hogy hívtatok. Ahogy azt említettem, minden idők leghosszabb fesztiválja lesz most az idei EFOT, hiszen 6 napos lesz. Mi indokolta ezt, hogy kibővítsétek a programokat? Ezt gyakorlatilag az indokolta, hogy szerettünk volna egy plusz extra napot adni azoknak, akik egy egész hétre ellátogatnak, és egy egész hét szabadságot vesznek ki azért, hogy efotozhassanak és efotolhassanak. És a mínusz egyedik napon, a keddi napon, ami ugye a 11-é lesz, azon a kifejezetten a heti jegyeseknek egy olyan programot nyújtunk, ami picit eltér a normál fesztivál üzemtől, és ez egy ilyen holdfényben andalgós, tábortüzes, akusztikus, koncertes, utcazenélős nap lesz, ami kifejezetten arra szolgál, hogy egy exkluzivitást adjunk mögé, de ettől függetlenül a Punani Masszív vagy Margaret Island fog fellépni, csak akusztikus kivitelben, és reméljük, hogy egy olyan plusz ajándékot tudunk adni azoknak, akik ellátogatnak hozzánk, ami hát jó átvezetés lesz abban a nyüzsgő és nagyon zajos fesztiválba, amivé majd ki fogunk futni a végén. 200 fellépőt említettem, a zenei programok közül kiket emelnél ki? Egyrésztről azokat a külföldi sztár vendégeket, például Sean Paul-t, Hertz-öt vagy Tiny Tempát, akik miatt most már azt gondolom, hogy az EFOT is felkerült az európai fesztivál térképre. Jól mutatja ezt az is, hogy most már számos külföldi is látogat el az idei évben a fesztiválra, de természetesen a hazai élvonalból származó fellépők is itt lesznek, itt lesz a Well Hello, a Halott Pénz, a Punani Masszív, a Brains, a Tankcsapda, de Ári Mafia, de sorolhatnám még, mert tényleg 200 fellépőnk lesz, és nagyon színes és széles a paletta, hogy milyen műfajokból érkeznek ezek az előadók. Azon túlmenően, hogy ugye számos zenei élményt élhetnek át az odalátogatók, azért nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy ez egy komoly turisztikai találkozó, bemutatkoznak a főiskolák is, nagyon sok vita indító, egyéb előadás és számos sportprogram is lesz. Igen, büszkék vagyunk arra, hogy meg tudtuk őrizni ezeket a programelemeket, amik hát nagyon komoly erőbedobás mellett tudnak csak megvalósulni, mert hogy ezekre azért szerényebb forrásai vannak egy ilyen rendezvénynek, mint az EFOT még itt nekünk is, de ettől függetlenül körülbelül olyan 100 civil szervezet, egyetem, főiskola lesz majd ott az EFOT civil téren, ahol aktuális napi társadalmi kérdésekről ugyanúgy lehet majd beszélgetni, mint prevenciós, egészségprevenciós vagy drogprevenciós témákról, és érdekes emberekkel, sportolókkal is lehet majd lent találkozni a fesztiválon egyébként. És a sport, ott ki is lehet próbálni a sportot, különféle sportágakat, ugyanis mi biztosítunk lehetőséget, mint minden évben most is strandkézilabda, strandröplabda pályákat építettünk pluszban, illetve az idei év újdonsága, hogy idén lehet korcsolyázni is, és nem csak itt a fehérvári jégcsarnokban lehet megcsodálni majd a fehérvári jégkorongozókat, hanem jönnek hozzánk bemutatózni is, mert lesz egy nyári korcsolyapályánk, egy ilyen műanyagborítású korcsolyapályánk, valamint wakeboardpályát is építettünk, úgyhogy aki strandolni vágyik, de közben egy kicsit felfrissülne egy kis sportolással, annak tudjuk biztosítani ezt a lehetőséget. Sárkányhajózni is lehet, de tényleg 40-féle sportágat lehet kipróbálni nálunk az idei évben is. Az az érdekes egyébként, hogy így az ember azt gondolna, hogy van egy ilyen fesztivál, és akkor ott általában azért mennek el a fiatalok, vagy akárhány korosztályból érkezők, hogy akkor bulizzanak, koncertezzenek, és mondjuk nekem tavaly is döbbenetes volt, hogy emellett a civil programokon is tömeg volt, a sportprogramokon is végig tömeg volt. Tehát, hogy igény is van ezekre.
Én azt gondolom, hogy az EFOT-nak egy komoly küldetése az, hogy edukálja is a látogatóit, és pontosan amiatt, mert az egyetemistákról, főiskolásokról szól, ez meg egy nagyon nyitott célközönség. Ebből adódik az is, hogy egy nagyon, tehát tényleg kiemelkedően kellemes hangulat uralkodik a rendezvényen, és befogadóak az emberek bármilyen újdonságra, és emiatt érdemes ide a civil programokat is ide szervezni ilyen szép számban. És igenis foglalkozni kell ezekkel a fiatal értelmiségiekkel, emberekkel, mert hogy majd később ők véleményformálóak lesznek, és teret kell adni arra, hogy akár a demokrácia érzékenységüket elmélyítsék, vagy foglalkozzanak tényleg komoly, akár olyan témákkal, mint ahogy mondtam, drogprevenció vagy egészségprevenció, de mindemellett akár karitatív témákkal is, mert itt lehet érzékenyíteni, azt gondoljuk, leginkább az embereket. Hány látogatóra számítotok mondjuk így az egy vagy hat nap alatt? Ezt nehéz megjósolni, de az előzetes érdeklődés alapján úgy tűnik, hogy egy olyan 120-130 ezer közé tesszük a látogatói létszámot, illetve amire még felhívnám a kedves tévénézőknek a figyelmét, hogyha valaki pénteki vagy szombati napra érkezne, ugye már nem lehet elővételben jegyeket kapni, csak a helyszínen, hogy érkezzen meg korábban, tehát ne 6 órára érjen oda, mert akkor nagy valószínűséggel nem fog beérni arra a koncertre, amire szeretne bejutni, mert tényleg nagy tömegre készülünk, tehát hogy érkezzen meg már inkább a déli órákban, és úgy akkor még, ha nem fogynak el a jegyek, mert most már azért nagyon kevés jegy áll rendelkezésünkre és a teltházhoz, akkor ott tudnak, akkor biztosan be fognak tudni jutni a rendezvényre, hogyha időben érkeznek. Hány ilyen koncerthelyszín lesz majd? Rengeteg, gondolom. Rengeteg. 5 nagyobb zenei attrakció, nagy színpad, szabadtéri színpad, 2 nagy sátor, ami egy modernebb sátrakkal dolgozunk az idei évben, mint tavaly. Ezek masszívabbak is, és technológiában, tehát technikában is, mint fényben, mint hangban sokkal erősebbek. Most csak itt egy ilyen kulisszititkot hadd áruljak el, nagy színpadon például a szombati napon a fellépő Hertz miatt egy plusz 3x300 amperes aggregátort kellett beszereznünk, ami egy más kisebb fesztiválnak a teljes áramellátását ki tudná szolgálni, de ez a produkció akkora show lesz, és annyi energia szükséges hozzá, hogy ezzel még ki kellett egészítenünk ezt a showt, illetve lesz még ezen kívül több mint 12 egyéb zenei helyszínünk, ahol DJ-k, zenészek, akár vagy a Muzsika szigete, hogyha erre gondolok, ahol élőzene, népzene és világzene lesz majd hallható, és táncház, és nóta karaoke, gyakorlatilag azért elég széles a skála. Szóval akkor látványban és hanghatásban, akusztikában nem lesz hiány az idei esztendőben sem. Nem, illetve olyan extrákkal is készülünk, amik most még nem árulhatok el, de a látogatók, akik kiérkeznek, minden nagyobb koncert előtt a nagy színpad környékén lesz valamilyen kis együtt dolgozunk, együtt játszunk dolog. Most itt tényleg valami olyan show elemre kell gondolni, ami az egész tömeget megmozdítja, és nagyon látványos, és közösen, közösségként tudnak majd együtt örülni neki, reményeink szerint. Tehát meglepetésekkel is készülünk. Nyilván a szervezőnek nagy a felelőssége is, hiszen egy ekkora rendezvényen, ahol ennyi ember egyszerre mozog, gondolom, hogy a szokásosnál szigorú biztonsági és egyéb beléjárások vannak. Igen, a rendezvényen nyilván ez egy elkerültett külön rész, de
több mint 300 biztonsági ember teljesít szolgálatot folyamatosan a főműsoridőben, és ezen kívül pedig a megyei rendőrfőkapitánysággal, illetve az országos rendőrfőkapitánysággal is együtt dolgozunk, tehát ott, itt a kiemelten odafigyelünk mi is a látogatóink, illetve a környezetünk biztonságára. Reményeink szerint a mi rendezvényünk ez egy nyugodt mederben ilyen szempontból lezajlik majd. És akkor valóban egy hétig szabadon lehet az e-foton szárnyalni. Igen, ez nagyon fontos számunkra, mert ez a jelszavunk, illetve a mottónk is, és ezt szeretnénk átadni mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát nézőknek megígérhetjük, hogy folyamatosan beszámolunk az e-fotról. Köszönöm szépen. Maradjanak velünk, hiszen még két érdekes témával jelentkezünk, ahogy azt már megtapasztalhatták, szombatonként királyokkal telik meg a belváros. Nézzük, hogy telt a legutóbbi hangulatos délután. Középkori hangulat megelevenedő csatajelenetek és 5 méter magas óriás bábok vették birtokba Székesfehérvár történelmi belvárosát a hétvégén. Idén augusztusban már 5. alkalommal várják az érdeklődőket a királyi napokra. Szeretnénk, hogyha a hozzánk érkező turisták, akik most ugye júliusban itt töltik a szabadságokat, kedvet kapjanak, hogy visszajönnek augusztusba is Fehérvárra. Tehát ennyiben új, de azt gondolom, hogy akik pedig itt élnek Fehérváron és szeretik az óriásbábokat, azoknak ez pedig egy kifejezetten jó ajándék, és valóban ebből a szempontból is újdonság. Hát ennek ugye nem csak az a lényeg, hogy a bábokkal vonuljunk, hanem egy olyan kis hangulatképet adjunk, amit majd a koronázás ünnepi játékok alkalmával tapasztalhatnak a hozzánk érkezők. Tehát itt játék is van, hagyományőrzék részvételével, és valóban a Szabad Színház kikiáltói segítenek bennünket abban, hogy mindenki hírt szerezzen az eseményről. Szent István, Szent László, Könyves Kálmán és II. Vak Béla után idén 3. Béla koronázási szertartását és életét viszi színre Szikora János rendező. Az egykori koronázó templom helyén felépített grandiózus szabadtéri színpadon augusztusban mutatják be a koronázási szertartás játékot. A díszletek mellett a zene is a bizánci és a keresztény kultúrát ötvözi. Idén 3. Béla koronázásának szertartás játékát valósítjuk meg a Nemzeti Emlékhelyen. 3. Béla a legnagyobb Árpádházi uralkodó volt, ezért is neveztük az Aranykor trónusán, ezt az alcímet adtuk ennek a programnak. Nos, ha 3. Bélára gondolok, azt hiszem, hogy meglehetősen hálátlan volt vele szemben az utókor, mert nagyon keveset tudunk róla, érdemtelenül, hiszen több mint 2 évtizedes uralkodása során Magyarországban egy fantasztikusan virágzó, prosperáló európai államot hozott létre. Ezen a színpadon, amit immáron 5. éve hozunk létre koronázási szertartás játékokat, azt hiszem már volt mindenki. Voltak táncosok, színészek, voltak énekesek, egy valakik nem voltak, akrobaták és légtornászok. Hogy kerül a cirkusz művészet a Nemzeti Emlékhely színpadára, hogy kerülnek a koronázási szertartás játékba, ez maradjon meglepetés, de azt gondolom, hogy rendkívül izgalmas alkotó elemei lesznek a következő szertartás játékunknak. Annyit azért elárulhatunk talán az ide látogatóknak, hogy változni fog a színpadkép is, és egy ilyen bizánci hangulatba megy majd át. Így van, ezt meg sem tudnánk kerülni, hiszen 3. Béla fiatal korának javarészét Bizáncban töltötte, és életének ezt a időszakát, illetve azt a hatást, azt a szellemi, kulturális hatást, amit hozott magával, azt Bizánc fémjelzi, és ez mind a zenében, mind pedig a szövegekben is tükröződni fog majd. Az előadásnak részesei az 5 méteres történelmi óriásbábok. Szombaton 18 órától újra a királyoké lesz a belváros. Ismét hagyományőrzős, óriásbábos felvonulással várják az érdeklődőket. Az augusztusi események egyik színfoltja a muzika szakra. Jöjjenek a részletek! Látványos és nagyévű programokkal készült Székesfehérvár augusztusban Szent István ünnepéhez kapcsolódva, a muzika szakra előadása évről évre igazi csemegét kínál a komoly zenekedvelőinek. Puccini és Rossini után idén is olasz zeneszerző műve szerepel a programban. Én azt gondolom, minden évben a legkiválóbb zeneszerzőknek a remek műveiből válogattunk. Hát idén Verdi requiemjére esett a választás.
óriási örömmel fogadták az előadók, hát ez idáig ugye, hogy ezt a művet választottuk, hiszen ezt mindenki nagyon-nagyon szereti. Én azt mondtam a sajtótájékoztató kapcsán, hogy kétféle ember lesz ezen a koncerten. Az egyik az, aki már szereti a Verdi Requiemet, illetve az, aki ott fogja megszeretni, hiszen nem lehet ez a mű mellett szó nélkül elmenni. Ez mindenkinek egy óriási élmény lesz, aki ide ellátogat. Mi az, ami ihlette Verdi Requiemjét? Ez is egy érdekes összekapcsolódási pont itt a muzika szakra kapcsán. Igen, azt is elmondtam, hogy a három nagyszabású koncertünk megvolt, kvázi a Mester 3-as már belőttük. A tavalyi évben Rossini Stabat Matere hangzott el, és ugye Verdi a Requiemnek a Liberame tételét, az pont Rossini halála kapcsán komponálta meg, aztán később a többi tételt. Tehát valahol a két személy ilyen formán kapcsolódik. Kapcsolódik egymáshoz, illetve a két műsor így gyakorlatilag összekapcsolható. Nagyszabású lesz a hangverseny, világsztárokkal egy különleges helyszínen. Valóban a muzika szakrának alapvető jellemzői ez, hogy egy remek mű, kiváló előadók és egy különleges helyszín, hiszen a nemzeti emlékhely az történelmi szempontból egy nagyon fontos helyszín, és egy nagyon kellemes kialakítás és egy óriási színpad épül ilyenkor. Az apparátust illetően pedig szintén, ahogy előző években, nagyon nagy, kb. 150 fős kórus szervezünk, nagy zenekar és kiváló szólisták, tehát egy grandiózus nagy apparátussal adjuk elő a művet. Mi lehet a közös pont a szólistákban? A közös pont, hát én azt gondolom a Milánói Scala vagy a New Yorki Metropolitan, mindegyikőjük folyamatosan a világot és a világ legnagyobb színpadait járja. A Requiemet az ország egyik legnagyobb épített szabadtéri színpadán, történelmi környezetben, a Nemzeti Emlékhelyen hallhatják, mely az elmúlt években is otthont adott a muzika szakrának. Királyi Napok rendezvénysorozat az a történelmünkből kiindulva, a hagyományainkból kiindulva, ezeknek igyekszik méltóképpen értéket közvetítve emlékezni, természetesen úgy, hogy különböző művészeti ágban magas minőséget, értéket közvetítve, a jelenben élve, de mégiscsak erre a múltra méltóképpen tudjuk ezt az emlékezést megtenni. Különösen azért, mert mondjuk, hogyha a muzikaszakra rendezvényére gondolunk, vagy éppen a koronázási szertartásjátékra, akkor ezek a nemzeti emlékhelyen kerülnek lebonyolításra, azon a helyen, ahol a koronázó templomunk állva több évszázadon keresztül a magyar királyokat koronázták, adott esetben temették. Tehát egy kultikus a magyar nemzeti lélekben azt gondolom az egyik, hanem legfontosabb hely. Nem mindegy, hogy ezt mit és milyen módon, milyen minőségben, milyen értékeket közvetítve mutatunk be. Én azt gondolom, hogy a muzika szakra idén is megfelelő minőséggel, nagyon jó darabválasztással egy csodálatos estét fog Székesfehérvár belvárosában varázsolni augusztus 12-én. Talán a kultikus helyen túl mondhatjuk azt is, hogy emblematikus művek kerültek eddig is választásra. Igen, emblematikus művek, és csodálatos, nyugodtan mondhatjuk, hogy világsztárok szólaltatták meg ezeket a csodálatos műveket. Én azt gondolom, hogy most a Requiem is erre a helyre, erre az alkalomra, közeledve augusztus 20-ához, Szent István ünnepéhez, tényleg egy méltó környezetben egy nagyon szép estét fognak varázsolni az augusztusi nyárba ide Székesfehérvárra. A szólókat a világ leghíresebb operaházait megjárt sztárok éneklik. A Kossuth díjas Lukács Gyöngyi interneten jelentkezett be a programot bemutató tájékoztatón. Az opera énekes elmondta, a darab végig kísérte eddigi pályáját. Szerintem nincs énekes és nincs olyan ember, aki ne szeretné, akiben ne keltene felemelő érzéseket, ne gondolnánk arra, hogy ilyenkor mindig át kell kicsit, miközben halljuk ezt a gyönyörű zenét, mindig kicsit át kell értékelnünk az életünket, mert a Requiem arra indít. Nagyon-nagyon jó kollégákkal fogok énekelni, és megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon örültem, amikor meghallottam a nevüket, Kognos Ildikó, aki a világ egyik legjobb mezzoszopránja, és vele például Izlandon énekeltünk a Requiemben, Reykjavikban, amiből aztán egy CD is készült, és nagyon nagy siker volt ez a koncert. A párom, illetve a férjem Alexandru Agake, aki világhírű operaénekes, Verdi énekes, Verdi
és ő most itt ezen a helyen fog debütálni ebben a műben. Most fogja először énekelni ezt a darabot, és nagyon-nagyon készül rá, nagyon megtisztelő számára is, hogy meghívták. Illetve Klein Otokárral most fogunk én legalábbis először együtt énekelni. De hát nyilván ismerem, és tudom, hogy nagyszerű énekes. Úgy gondolom, hogy ez a kvártett mindent meg fog tenni azért, hogy nagyon szép koncert szülessen. Lukács Öngyi mellett színpadra lép a szintén Kossuth díjas Komlósi Ildikó, valamint Ottokár Klein és Alexandru Agache. Az Alba Régia szimfonikus zenekart és a mintegy 150 fős egyesített kórust a Liszt-díjas Drahos Béla vezényli az előadáson. A négy fehérvári, így az Alba Régia vegyeskar, a Primavera kórus, a Vox Mirabilis kamarakórus és az Ars Musica vegyeskar mellett a budapesti Lantos kórus lesz hallható. Kedves nézőink, ez volt már a Paletta magazin. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb egy hét múlva számítok majd a figyelmükre. Viszontlátásra!